Hallássérülteknek készített ingyenesen letölthető mobiltelefonos applikációt az Országos Rendőrfőkapitányság, hogy mindenki számára elérhető legyen a 112-es segélyhívórendszer. Az érintetteknek az okostelefon képernyőjén megjelenő opciók közül kell választaniuk, jelezve a fennálló problémát, amelyre a hívásfogadó központból szöveges üzenet formájában érkezik reakció. A közelmúltban jelent meg a 112 SOS hallássérülteknek elnevezésű mobiltelefonos alkalmazás, amely által a siket és a nagyot halló személyek is könnyedén segítséget kérhetnek az egységes segélyhívó rendszeren keresztül. Az alkalmazás a bajba jutottnak több olyan lehetőséget kínál föl, amiből ki tudja választani, hogy rendőrség, mentőszolgálat vagy katasztrófavédelem segítségére van szüksége, ezen belül pedig árnyalni tudja azt, hogy milyen eset történt, tűzeset, életveszély forog fenn, nehogy Isten baleset történt. Ezt az alkalmazásban ő gyakorlatilag érintésekkel kiválasztja, ami aztán a hívásfogadó központban az operátor munkatársánál egy SMS-ként jelenik meg. A felhasználóknak az applikáció felajánlja a hallássérült vagyok opciót, amely egy fontos jelzés az operátornak, hogy telefonhívás helyett üzenetben kommunikáljon az érintettel. A bejelentést követően a beérkező adatok azonnal feldolgozásra kerülnek. Gyakorlatilag amit az alkalmazáson belül a segélykérő megad és a végén lezárja és elküldi ezt az üzenetet, az azonnal megjelenik a két hívásfogadó központ egyikében Miskolcon vagy Szombathelyen. Rögtön mint egy bejelentést fogjuk ezt feldolgozni és értékelni, és azonnal, ahogy egy telefonos hanghívásnál, rögtön reagálunk rá és igyekszünk a tehető segítséget nyújtani. Az ingyenesen elérhető alkalmazás használata egyszerű, a régebbi típusú okostelefonokon is jól működik. Telepítéséhez Android esetében legalább 4.1-es kiadású Jelly Bean-re, még iOS-nél a 11-es programverzióra van szükség.